Nincs rajtam az órám, ez zavar. Nem tudom, mennyi az idő, bazd meg. Aki 2022-ben órán nézi az időt, az kőkorszaki. De bazd meg, annyira flash, nem tudom, szeretem, rajtam van az órám, meg a karkötöm, meg az ilyenek. Puszi mindenki! I wanna love you! Na, megbefejeztem minden szart. Megnéztem a leaderboardot, amúgy geci, behugyozok. Néztétek a leaderboardot? Store-nál. Most van olyan ember már, akinek a Rymax 2923 pontja van. Geci, nem is a szubok amúgy a élvezetők. Ugye szuboljatok? Na nézd meg, a büdös köcsök buzeráns paca, büdös köcsök buzeráns Jason Play, büdös köcsök buzeráns Pietrák, narancs 97, fixen ezeknek azért van bazd meg sok pontjuk, mert a tenebbi bónusz hántan megtippelték, hogy a legkisebb X. Mekkora madarak? Hopp, megjött a pénzem? Aha! Cínom és helyem. Öt kerte? Á, nem. Az a baj, már nem az én korom. Régen nagyon szerettem, hogy kurvára szerettem öt kertbe járni. Több indoka is volt. Egyik az, hogy minden ismerősem ott bulizott. Nem, tehát mindig bementem, és akkor találkoztam, tehát nem tudom, hogy 30-20 emberrel fixen találkoztam, akit ismerek. Meg ugye, amit előbb mondtam, amit Kartali csetjére írtam, hogy régen úgy nézett ki egy ötkertes bulink, hogy megyek, és kapok egy hajót, és arról kellett, meg VIP belépőt, meg secret room belépőt, meg öt jegyet, meg a faszom, meg plusz négy fő, meg a nem tudom micsoda, akkor ki kellett raktam Insta story-t. Most már, jó, amúgy nem kéne kifizetni, most sem, még mindig ugyanaz az ember csinálja, aki régen, de na mindegy, azért azt úgy szerettem, azért az úgy olyan ideális volt az egész környezet, de az a baj, hogy az öt kert már nem én, az már nem, én ott már nem megyek szívesen bulizni. Ne, várjál, hogy tudom visszaadni a pontot? Az a baj, hogy meg kéne csináljam, hogy miket kell megadni a Redemption-nél. Mindegy, most már ezt hagyjuk, de mindegy, a kövét, ne váltsátok már be, mi van. PLS. És akkor utána majd intézzük. Tudod már, akkor megcsinálnám, hogy akkor izé, hogy akkor mi a nick neved az oldalon, melyik oldalra kéred a depót, milyen adressz, stb. És akkor az úgy egybe tudnám kezelni az egészet. De mi megoldom. Csak még nem csináltam meg, ma nem volt időm rá. Kicsit sokáig aludtam. Egy kettőig aludtam, szunyókáltam. Mindegy, most már az jó, nem tudom, hogy kell visszaadni. Várjál, lehet vissza tudom adni. Hallod, visszaadom, jó? Szerintem fogom tudni, hogy kell visszaadni, várjál. Steam Store, Redemptions. Na figyelj, azt mondd meg, LRD. Yes, sir. Hogy... Geci, mi kezdik? És ha jön, és már adunk. Na, hogy visszaadom, jó, és nézd meg, hogy deny and refund. Reject Redemption. Majd váltsd már meg még egyszer, és akkor addigra beállítom fainul, hogy hova, meg mit, meg a faszom tudja, tudod. Visszajött, jó. Ne, ne bukd el. A bocsánat, $1000, mi van? Te még dolgozol? Te sem is dolgozom. Tényleg a munkájában. Nem látod? Fú, gyerekek, felkeltem ma, mit csináltam ma? Felkeltem ma, elmentem masszörhöz, mert kaptam még karácsonyra egy ilyen 4-5 alkalmas ilyen bérletet, elmentem, jó volt, hazajöttem, nem fürödtem le, csak belőttem aljamat, megmostam aljamat, mert ilyen olajos gecivel összekente aljamat, azt megmostam aljamat, belőttem, utána megmondom, akkor elmegyek edzeni.
Na mindegy, nem baj. Na, mindjárt megcsinálom most, már el fogom felejteni. Szóval megtörtént a dolog, hogy akkor majd elmegyek edzeni. Kutyám kivertegeci a hisztit. Várj, mennyi maradt belőle? Nem tudom, hogy te hogy tudom állítani. Aha. Tudom, hogy beállítjuk most. Figyelj, beállítjuk most. Szóval a kutyám kiverte a hisztit, hogy... Már itten kontrit, akkor legyen 61 most már, nem tudom, hogy kell átírni. Kiverte a kutyám, bazd meg a hisztit, hogy őt vigyem el sétálni. Hát, te mikbe vagy, bazd meg, és akkor fogtam, elmentem, gyors a kutyát megsétáltattam, és képzeljétek el, utána elmentem geci kondiba. Pedig jobban szeretek boxolni ezerszer, de elmentem kondiba. Hogy kell ezt itt? Elmentem kondiba. És olyat edzettem, tesó, hogy leesett a vércukrom, bazd meg. Izzadtam, mint a ló. Geci jó volt. De éreztem, hogy bazd meg, én most nem viszek be magamba valamilyen cukrot, valamilyen formában, én meg fogok halni. Szédülve jöttem végig haza, nem volt nálam semmi, bazd meg, mindig vizet tartok magamnál. Aztán most azért lett volna rá szükségem, ittam egy pohár szerepet, aztán elmúlt a dolog, de nagyon kemény volt. Kibaszott jó volt, meg tök fura, hogy máshogy mozgatáltam úgy, hogy az izmom fárad el, nem úgy, mint a boxon, hogy az erőnlétbe fáradok el. Na mi a faszomat kéne ide beírni, segítsetek már! Három requirement kéne. Nick nevedet azt tudom. Ugye azt tudjuk a nick nevedet. Ha beváltja valaki, akkor látom a nick nevét. Jó? Akkor... kriptovaluta... Bár USDT-vel be lehet fizetni mind a kettőre. Jó, akkor semmi, egyet leveszünk. Bazz meg a kurva anyád. Na, várj, USDT, TRC, 20, nem. Melyik oldalra kéred a depót? 1xB Celsius. Ja, bocs. USDT TRC 20 adressz. És a nick neved az adott oldalon. Ennyi kell csak, nem? Urak, segítsetek már. Megmutatom, hogy mit írtam ide. Létszínű jelen... Jó, nem jelent meg. Egy fa innen. Mi kellhet még nekem? Nick név. Melyik oldal? Ennyi. Zalkóka, megmondom őszintén, nem tudok rá válaszolni. Szinte biztos vagyok benne. Nem, 1000%-ig biztos vagyok benne, mert akkor befizetsz kártyával a Celsiusra. Na, leszarom, mindegy. Mert az a baj, hogy mondjuk lehet Litecoint is küldeni. Várjál már. Legyen Litecoin. Jobb a Litecoin? A Litecoin is tök mindegy. Legyen LTC, az egyszerűbb. LTC. Várjál, egy X-bitre tudok? Tuti tudok, biztos, hogy tudok. Várjál, ott, ha valóban tudok, akkor oda tudok. Talán. Mi van, nem? De ott van Litecoin, jó. Na. Biztos vagyok benne, tesó. Azért, hogy még sosem próbáltam. Megmondom őszintén, és biztos, hogy adni fogja, mert miért ne adná. De én még soha nem próbáltam, úgyhogy kártyával fizetek be, még nem volt ilyen visszajelzésem. Viszont
Ettől függetlenül 95%-ig biztos vagyok benne, hogy működik, mert amikor te kártyával depózol, akkor te konkrétan kriptót veszel az oldalon, és amikor a kriptót te onnan, amit te megvetel, utána a kriptóval fogsz játszani, ami mondjuk lehet stablecoinba, mondjuk nem tudom, USD-be, vagy a faszom tudja, mibe adja, és hogyha utána onnan kiutalod, akkor fixen kriptotárcába megy, ja. Ja, szóval, ja, biztos vagyok benne, hogy igen. Jó, csinál, nem melóznék, és akkor... Hátrulula. Az a cím kell, amit az oldal kérdik, csak nagy valaki a sejtjet adja meg. Igen, amit az oldal... De odaírtam, hogy a... Várjál, akkor odaírom úgy, hogy a... A... Oldalon. Oda raktam. Csók, csók. Nincs mit. Ja. Ennyi. Mit akartam megmondani? Semmit. Nem ittam meg, bazd meg a fehérjémet ma. Dani, ehhez mit szólsz? Van itt van fehérjém, mert voltam kondiba, azt nem ittam fehérjét. Mennyire szánalmas vagyok. Köpj rám. Nyugodtan. Ó, geci, megy a mosógép. Várj, kurva hangos. Kicsit remegsz? Tesó, a tegnapi nap az geci jó volt. Elmondom, hogy mi volt tegnap. Hogy buktunk el 4000 eurót? Az a helyzet, hogy a Celsiuson úgy állapítottuk meg az első hónapot, hogy maximum cash out 6000 euró. És akkor mondtam, úgy voltam vele, amikor játszottam, hogy mondom, felmegyek 4000-en, azt fel kell menni 2-ig, és akkor jó vagyok. Ez volt az, tehát azért nem észt, amikor nem gondolkozok egy tehát nekem meg volt itt balra nyitva a Binance-en, tehát már itt volt az, hogy mi a USDT adresszem, bazd meg, hogy kiutaljam. Azzal már megvoltunk. Csak hát utána mondom, akkor föl kéne vinni, mert azért 4000-ből 6000-et csinálni nem olyan nehéz, mint mondjuk 1000-ből 6000-et csinálni. És az volt az elképzelés, hogy akkor ezt fel fogom oda vinni, és akkor majd milyen jó lesz, mert akkor megvolt mondjuk a max cash out, és legalább hamar kiderül, hogy akkor ilyenkor mi van, mert azt nem tudom, hogyha mondjuk hónap elején benyerek 6000 eurót egy hónapba, ami egy hónapra vonatkozik, akkor utána mi a faszom van? Akkor utána hagyjuk az egészet a picsába. Hol kurta el, tesó? Na, és ez volt a terv, hogy mondom, akkor 4000-ből csinálok 6000-et, mert úgyis ment a flow meg ilyenek. De Pali, hát most már tudsz beváltani, hülye vagy? Most már tudsz beváltani, most csináltam meg a izét. A depót, a 10 dolcsis depót. Na mindegy. És, na ez volt a tervem. Őszinte leszek. Viszont az történt, az a probléma történt, hogy miután ez megtört, akkor ezt tök logikusnak találtam, hogy azt most akkor fel kéne vinni 6000-ig, és akkor utána megállunk. Viszont az volt a kibaszott nagy baj, hogy amikor az ágyba feküdtem, miután előttem a streamet, hát egy 2,5 órát még nem tudtam aludni, és így agyaltam, hogy... Hogy miért? Nem, Robo nem hántoltam volna célhez, úgyis kapok egy másik depót, ha megint fel, inkább Wager-ből jobb hántolni, bazdmeg, mert az úgyis olyan, hogy úgymond még nem az enyém. Amikor van egy fix cash out, akkor már jók vagyunk. Igen, ez volt, mondom, hogy ez volt a baj, csak... De nem ész nélkül csináltam, szóval nem az... Tehát ha nem vettem volna a levegőt, és nem jutottam volna meg baloldat a Binance, hogy akkor én most kiszedem onnan a cash-t, akkor nem történt volna meg ez, hogy erre mit mondtam? Akkor mondhatnátok azt, hogy elkattant, vagy elborult az agyam, de nem borult el az agyam, hanem úgy voltam vele, hogy felmegyünk 6000-ig, bazd meg, és akkor csókolom. Csak azzal a változóval nem számoltam, hogy mi van, ha nem. Mondom, minden geci szarul aludtam, őszinte leszek, nagyon szarul, megviselt, szarul éreztem magam. Nem baj.
Én legalább, bazd meg, ria vagyok, azt ennyi. Úgy azzal nyugtattam meg magam, hogy bazd meg... Azzal nyugtattam meg magam, hogy négy geci sok pénzről beszélünk. Azzal nyugtattam meg magam, hogy így legalább... Látjátok, hogy... Hogy ria vagyok, bazd meg, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam, hogy értsétek. Szóval, hogy nem azzal, hogy... Nem tudom, végeztem egy Wagerrel, az giszerem, aztán hopp, megint, meg a faszom, hanem akkor van bennem azért, na érted, kis izé, megborulós, megvadulós, tudod? Legalább ezt láttátok, hogy van bennem, aztán elkönyveltem valahogy így próbáltam meg valahogy bedolgozni az agyamba. Az a baj, hogy geci, az a baj, ez a van faszod, na, ez kb. Olyan, eddig szerintem olyan 10.000 euró bánta. Ami nem saját pénz volt, nyilván, de hogy mondtam. Szóval nem saját pénz volt nyilván, hanem kaszinó által adott, de már rókes, amit kiszedhettem volna. Szóval inkább mondjátok azt, hogy puszi vagyok, bazeg, de legyen 10.000 euró a valeteben, mi van. Hát ugye, abban már tudnánk fedezni az egész elspontot. A stream az legalább geci jó volt. Egy percig nem néztem a chatet, egyébként olyan szinte rá voltam feszülve az asztalra. Tudom, nem rajtatok múlt, csak amikor ugattam, hogy izé, hogy miért nem szóltatok, akkor csak vicceltem, sose rajtatok múlik. Ha egy játékot kértek, hogy játsszak el, és nem adja le, akkor az nem rajtatok múlik. Ha elbukom ruletten, nem rajtatok múlik. Ha kiszapom a faszt, nem rajtatok múlik. Ez nem tudtak ebbe bele... Hatással van azért, tehát amikor azt látom, hogy na... Ez most egy 1000 eurós kör, akkor azért jelegyalok rajta, mert magamtól nem jutna eszembe. De mikor megcsinálom az 1000 eurós kört, akkor azt már én döntöm úgy. Hatással van persze, de én ugyanezt csinálnám, geci. Hát a valcsákat látnám, hogy játszik fenn már 3000 euró, akkor mondom, hogy húzzam egy erősebb kört, mi van. Ja, az jó volt. Mindegy, mondom, szóval tényleg, ha valaki magára vette, hogy miért nem szóltatok, akkor én azzal csak vicceltem, azt nem gondoltam komolyan. De remélem, hogy nem... Hát ez hülye, bazd meg, de még nincs is kész a kerék. Miller, hol a kerék? Aj, de soha kezdi, kiszedem addig a sztorból azt a szart. Aj. Kicsit hamar lett meg ez a dolog, az a baj, két hét után ki tudtatok venni egy-két dolgot a sztorból. Szóval... Ez így még kicsit korai. Na most visszaadom a kereket. Írom, hogy bocs. De még nincs kész a kerék. Elmondjam, mit akarok azzal? Nem mondom el, mit akarok a kerék. De, már elmondja? Nem mondom. Azért az a baj, félek, hogy valaki becsavarja. Ne, jó. Nem mondom el. Nem mondom el, de geci jó. Ötletem támadt. Ami tovább lett írja, meg lett csavarva. Van playengos mercsed? Hordjak playengos pólót, jó pénzé? Bátya, intézhetjük, megbeszélhetjük. Volt valami felkértőre ígéret volt, vagy valami ilyesmi volt, nem? Nem tudom, Janika, amíg azt akarom kitalálni, hogyan tudnánk elcsalni. Mert ha kétszer belebasszom mondjuk egy 1000 dolláros főnyereménybe, akkor azért az úgy fáj. Csókcséke, csók édesanyja. Na, ott az ígéretem. Na, az priengus, az hasonló. De megígérem, hogy emellé még felírhatjuk azt, hogy PUBG-s pólót se fogok hordani, meg PUBG-s sapkát. Nem mondom el még, nem mondom el, hogy lesz az a kerék. De akarok rá tenni valami geci baszó nyereményt. Valahol, meg kéne esetleg csinálni, nem tudom, majd intézzük. Te idén ebben fejezted a kaszinót, én is. Na, nem kell nagyja játszani, ez kész. Észre kell lenni. Felraksz, nem tudom, felszoktál rakni, nem tudom, 100 dollárt, akkor tegyél fel csak 36, bazdmeg, az kész. FPS-nek vége? Leverték megint? Nincsen. Én most basztam bele egy csomó pénzt.
Én mondtam, én ezt, hát nem tudom, egy dippet kéne venni nyilván, de nem verték le. Itt vettem egy dippet. Nézd csak, itt vettem a dippet, mutatom. Hol van a, hol a dump? Nézd csak, itt vettem. Itt. Itt. Itt vettem. Az mennyi vagyok akkor? Kb. Másfél x-en vagyok? Nem. 1,3 most már. De volt 4,9, itt voltam másfél x-en. Kb. Nem. Tehát egy dippet keressetek ebbe, ezen a csárton. Én most utána kérdeztem megint. Lesztek itt jó dolgok. De nem mondok semmit. A mindenki jelenti, meg minden. Annyi. Verseny? Másodikak lettünk? Vagy a faszom tudja. Vagy... Ja nem, megnyertük a duót. A duót megnyertük. Előtte volt egy olyan, hogy másodikak lettünk, ott nyertünk est, meg volt egy olyan, hogy negyedikek, ott is nyertünk est. Nem buktunk. Szóval mind a három versenyen nyertünk pénzt igazából. Aprót nyilván, de itt a élmény, ami a lényeg, nem a pénz. Most érted, $10 játszunk. Izgi meg minden, de legalább van egy kis sétje az egész játéknak, de azért ez nem egy Twitch Rivals. Hát bazd, mert nem tudom berakni az ablak helyére ide. Így. Várj, elrendezem a Red Bull-t, bazd meg, meg az... Azt, hagyj a faszomba, csináljam ezt. Ide. Ide. Már kinéz valahogy. Aha. Kes, az kes, persze, hát erről szól. Ha $5 játszanánk, akkor is jó lenne. Milyen program? 1xbitezünk. Ütjük. Szerintem 2 eurónk Wixfinen. Ott csak pragmatik van. Jó, meg van még egy pár másik, de azokat nem. Hát, ezzel kell bírni, Palim. Tudom, 100-zal? Már leadtunk egy kibaszott hosszú listát, hogy milyen gémek kellenének. Azt mondta a csaj, hogy pushingolja every meeting. Van másik is. Ha máson akarunk játszani, van másik is. Van nyilván egy csomó bazd meg, azzal nincsen baj, csak az a lényeg, hogy itt kapunk rót, és róból tudok csinálni közben, streamek közben geció giveaway-eket. Érted? És egyébként nagyon sokan pragmatikot szeretnek játszani, szóval egyáltalán nem bánom. És hogy van mellé Celsius, így geció. Celsius szeretem, mert az két dolog miatt szeretem. Az egyik az, hogy tele van játékkal, VPN nélkül, a másik, hogy a befizetés az geci egyszerű, mert lehet kártyával, meg lehet kriptoval is befizetni. Maga a felület is tetszik, jó, az egy extra harmadik. Az egyik zűznek azért tetszik gecire, mert a deal maga az, hogy rókes van, vettem a dippet, aha, telibe a dippet. Itt meg rókes van, és ha nyerünk egy jót, akkor egyből tudok kb. Csinálni egy giveaway-t a nézőknek. Még egy wager money-ból nem fogom tudni. Befizetés, ja igen, itt akartam mondani, hogy a befizetés ide, bazd meg, én még kiszedtem már nem tudom hány ezer dollárt, meg tettem is olyan minden, de az 1xBit még semmilyen KYC-t nem kért. Semmit, geci. Nulla. Tiszta anonimba vagyok még mindig. Nem tudják, hogy milyen nevem, bazd meg, ez a név alatt. És nem csak én, nem azért, mert streamer profil vagy ilyesmi, mert nincs is ilyen streamer profil szerintem náluk, de nem azért, mert tudják, hogy streamelek, meg ilyesmi, hanem azért, mert ilyen az oldal, másnak is ilyen. Celsius nem már kell kívánsz, hogy ki akarsz utálni. Nem kell személyítesó semmi. Tehát itt az a vicc, hogy konkrétan nehogy csináljon ilyet valaki, de kb. Az a vicc bazd meg, hogy az 1xBitre befizett skriptót 14 éves vagy játszasz rajta.
Nem kérdezi meg, hogy hány éve, hogy mi újság van. Itt van a saját szám, itt a személyes profil. Nevem meg van egyáltalán adva? Nincsen megadva a nevem se. E-mailem van megadva. Azt sem tudom, hol kell itt KYC-t csinálni, bazd meg. Biztonság. Tesó, lehet, hogy itt nem is lehet... Nem is lehet KYC-t állítani? Kemény. Akkor lehet, hogy itt semmi nincs. Geci jó. Hát meg bazd meg egy perc, jó, egy perc alatt beír a pénz, de egy perc alatt ki is jön a pénz. Tehát itt fogom itt kiutalni, hogyha nyertem valamit, itt kiutalom, ott van a számlámon egy perc alatt, vagy kettő. Nyilván, Janika, nyilván, persze, csak itt az elvi szintet beszéljük, hogy nyilván a Binance is kér, hogy 18 legyen legalább, vagy nem tudom, szerintem kéri. Neked még bugolt, és ingyen $80 kaptál az oldaltól. Ez kemény. Padix elintézte? Hol a snüsszön, bazd meg? Szevasz, Szala. Ez kemény. Én nagyon meleg ezek a színom ilyen téren. Mondom, ami szar, kevés a kiadó, de azért pragmatikkal azért így el lehet lenni, így, hogy közben jutunk mást is. Plusz van live casino, plusz a blackjack, a privát blackjack geció. Azt, hogy ott van egy asztal, és bazeg, csak mi ülünk oda, nem ül oda sok kretén, bazd meg ilyen, nem tudom mik. Jó, ha néha jön egy ilyen kev, és akkor megbüntet minket, meg ilyenek, de... De az, Viktorom! Mindjárt jön, tesó! Tesó, nekem ugyanez, nekem programozó menedzserem. No joke, no joke. Úgy néz ki, hogy lesz egy FPS, nem tudom, hogy ki vett bele, meg ki nem. Telegramon azért most már nem egyszer volt róla szó. Szóval, hogy lesz egy ilyen FPS event, és lehet, hogy ott azt én fogom kommentálni és streamálni. Semmibe, tesó. Bitcoinba. Tartsd a pénzed, minél többet. Pont ma beszéltem az egyik kisfőnökkel. Akkor kövessél be Telegramon, bazd meg, de itt jártasd magadat, geci. Valaki linkelj már be Csórós Prabúrnak a Telegramot. Léci, Ricskok, te biztos benn vagy. Biztos vagy benne, hogy te benn vagy. Mindjárt megkérem Ricskokot. Még egyszer. Ráverek. Ott van. Cínú intézte. Kis oldal. Hagyjad. Kis oldal. Mindegy. Kevés pénzt tettem. De ezt miért csinálom mindig? Bazd meg. Megvan. De olyan a Telegramot imádom. Én a Discordot nem látom, hát a Telegramot meg nagyon. Halló, Cino, ülj bele a farkamba, bazd meg. Te mennyit buktál? Valami 400-ról beszélgettünk, nem? Te büdös köcsög. Remélem, beszakadsz a tetőn. Telegramot nem, pedig kurva jó. Ami lényeg, az ki van pinnelve, ami nem lényeg, az ott van. Annyit ajánlok, srácok, ha valaki belép a Telegramomra, vagy Telegramunkra, legyen olyan... Én a Twittert sem, az nekem az tök idegen még. Szóval, ha valaki belép a Telegramunkra, tegye meg, hogy nézze meg az előző posztokat. Nincsen makod, nem hiszem, hogy makodozunk, vagy hát mondjuk lehet, hogy de. De hülye, hazajöttem, új remegett a kezem, geci, nagyon fájt. Olyan izomláz lesz a hátamba, bazd meg a trigyomba, gatya. Kicsit zsá, volt ott egy komoly gácsi, tudod, nem voltam. Volt ott egy komoly gácsi, láttam, hogy a tizény, ami ott a izé bogzsák, mondom, takaradj már arrébb, nem mondtam semmit. Kicsit begyúrtam az alsó hátamat, azt rámentem a bogzsákra, szétpüföltem jó hangosan, tudod, hogy hallják a pogányok. Azt mondom, mi van, köcsögök? Viktor. A legendás Viktor.
Ugye, úgy elfáradtam Viktor, bazdmeg, hogy hülye vagy, én mondtam, hogy mondom, bazdmeg, nekem kéne bazdmeg legalább egy szőlőcukor, vagy valami az arcomban, mert tesó, úgy lement a vércukrom. Leértem a kocsihoz, majdnem elájultam, nagyon szarul voltam, nagyon kemény. Pedig van erről léttem, szóval nem azzal van a baj, csak az, hogy tényleg így stimuláltan az izmaimba basztam bele az ideget, meg a, nem tudom, a, érted mit, így tök más volt a hatása. De hát érzem, hogy bazd meg egy 40 kiló, valaki berakja, ezt ott rá nem tudom átrakni, mert buggol az OBS. Nem tudom, mennyit voltam, már nem is néztem az órát, beraktam a miyagit, tudod, verettem, csókpalim. Beraktam a muzsikámat, hallgattam, aztán amit éreztem, addig nyomtam, mindenből annyit nyomtam, amit éreztem, ilyen 15-öket, meg ilyesmit. Nem akarok nagy súlyjal edzeni. Bojka pacekba nyomtad? Az milyen? De hülye, így is éreztem, hogy már elég volt. Tehát nekem ott meg kellett volna valamit csinálnom. Szerintem elájulok. Ez mi a faszom? Ennyi. Annyi, ez a kaja, ami jól esett, amit mondtál a gyegyek. Itt van szabink? Van három ház, vagy mi a faszom? Már nem ennyi nyomjuk. Egy haton mondjuk, egy négyen. Vitathatatlan a címe. Hú, nem tudom, ismerős a neve, nem tudom melyik az. Csók Norbi. Ez most leadja, figyelj. Hát, vagy három vádat berak. Majd most. Na? Most. Az egyesbe. Na? Bazd meg! Ez kamu. Rigged. Rugpull. Srácok, csinálni fogok egy videót a Metamaskról. Megígérem. Már Palival megbeszéltem, megvágja a csóró szecskának, azt a kurva le is adta. Szóval csóró szecskának annyi videót adtam már, hopp, várjál már, bazd meg, mi a fasz? Tik. Szóval csóró szecskának már adtam már három videót, hogy meg kell csináljon csórjának. Szóval meg kellett kérjem most már Palit, hopp, bazd meg. Azt mondta, intézi. Na és ez mi a fasz? Xpending Collect. De mi ez Xpending Collect? Hagyj már még két ilyen bödönt, hármat. Te hülye, rendes komoly ez a játék. Várj, ez most belemegy, ugye? Miért nem enne? Hagyj már még kettőt. Mondjuk most egyet. Jó? És adj még egyet, kérlek. Jó? Oké. 8 pint, 2x. Hülye, ez geci az a játék. Jó, akkor megint tovább megyünk majd. Egyet legalább berakunk, jó. Te hülye. Kaptunk még 8 pint. Vidd már tovább, az meg. Na most? Most? Jó. Aha. Ja igen, és hogy... Várj, ez mitől lesz 2x még extrába? Adj már még bödönt, bozinő. Kettőt. Most egyet. Az meg, most egyet. Most egyet. Buktuk. Nem megyünk tovább, gondolom kettőt nem tud elrakni. De ezt üssük már még tovább. Szarul játszottál, Run. Ezt észre kell csinálni. Nem szabad, hogy elragadjon a hív. És ez nem a H6-os, hanem tudjátok, ilyen izé. Ez csak egy ilyen mondás. Igen, és ez mit csinál itt?
Sose láttam én 4K eurót egybe. Mikbe vagy? Bár emelek rajta egyet, még beleverek 30-at, ha nem adja, lépünk valami másra. De ez odaadja. Nyilván odaadja, nem? Na, 3 fát, buzinő. 5x. Még meg se ijesztett. Engem, hogy elragadott? Még soha? Mindig észre kell játszani. Tesó, hívtak! Hívtak, pont hívtak, 3 nappal ezelőtt, hogy Raid Shadow Legends kampány érdekele. Mondtam, hogy igen. Nem. Mondtam a gyerekek, mondom. Ezt dobáljátok le, mondom azért a GTRP streamereknek, bazzeg, mert ott vannak fiatalok, akik ezeket szívesen megcsinálják, de hogyha itt le kéne nyomnom nekem az én nézőimnek a torkán, hogy srácok, ezzel a bánat szar játékkal játszatok, mert amúgy semmi értelme, de legalább jönne pénz. Hülye vagy. Nincs az a pénz, amit ti tudtok ezzel nekem fizetni. Van, de biztos, hogy nincs nekik annyi. Gondolom, hogyha adnak egy 10.000 eurót, akkor megértitek, de hát nem adnak annyit. Szóval, hogyha nem bánjátok, nem vállaltam. Meg a izével kerestek még. Mi a faszom? A Raiders. Fillérekért? Persze, hogy nem. Oké, még egyet. Jó, még egyet. Jó, buzi! Most mit kell nyomnom? Most mit? Mert tegnap lebasszott a Balázs, hogy erre nyomtam rá. A harmadikat? Az op. Ja, mert hogy ott, ja, hogy aha, hogy ott a wide, aha, értem. 1000x. Tudod adni 2 wide-ot? Hülye, ez nagyon erős játék lehet, így bazd meg. Mi a top szik, már megnézem. A hölgy, utána a bácsi. Ez szár. Jó, valami jobb színvonal. Tud 2 lájlet adni? Őszintén. Nem, mi? Tud 2-t adni? Megnézném milyen. Ide meg ide. 4. Ez nem hiszem, hogy jó lesz. Ó, de nem vagy korrekt. Hát ezt azért azt hittem, hogy ez itt valami lesz. Ez, kimondom. Ez nem volt korrekt. 5-2-rel. Nem baj. Nem sírunk, csak mondatunk. Ja. Nem baj, így legalább tudjuk, hogy tartozik. Visszajövünk, legközelebb ad 3 scatter-t, azt lebaszt nekünk. Nem tudom, 2 millió eurót, most mondtam egy random számot, amit úgy reálisnak gondolok.
hogy jobb base game-nek is örülnék itt amúgy. Utálom ezt a játékot, de a Cino miatt megszerettem. Na, ajjaj. Mennyi követő rajongó, azt nézd. Sziasztok ura, köszönhoztat! Nick Merch, csókollak! Oliver, miért nincs be beteg, mint a szemét? Nagyon szarul van. Covidos. Lázas, torka fáj, tüdeje fáj. Minden baja van. Nagyon fosul van. Te is szarul vagy? Tehát ott tartunk, nem tudom bazzak ez hogy, de ott tartunk, hogy elmegyünk bazzak bulizni, és mindig betegek vagyunk. Tehát küldött a seggiről egy képet, tudod, ilyen tükörbe pózolósat, de nem válaszoltam rá. Hagyjál, elfárasszám, mondom, geci, mondom, tik, takaradj már innen. Nem, nem szíveztem, flagmán tesó. Érezz, hogy elérhetetlen vagyok itt, ez a lényeg. Ez kell, tesó. Nyerek bérzi magát, akkor utána vége? Utána buktad, utána jön a frenzó, meg a faszom, legyünk barátok, ismeritek ezt, nem? Nem ír vissza is, mert na, minden szokásos. Getszét, ez nem nehéz játék, a romantika manapság. Az a lényeg a romantikában, és rátszok összefoglalom röviden, hogy geci flagmának kell lenni, és szarni az egészben végig. Meglett a Wager, igen, igen, igen. Így van. De el kell érni arról, hogy tudjon rólad. Szóval érdeklődni kell egy kicsit, de maximum egy ilyen egy-két napig, és akkor utána off. Érezze, hogy geci, ez jó pali, nagyon beleülnék minden. És akkor amikor azt hiszi, hogy komolyan nyeregben van, akkor szét kell flagmázni. Ez a titok. Manapság ez kell. Halljak meg, ha nem. De valakinek ebben van gondja, akkor szóljon. Hát amúgy nem néz ki rosszul egyébként, ez igaz, csak ne vegye le a szemüvegét. A sokat dob rajta. Na majd ez. A kezdőlapon nyomjál rá a depó bónuszra. Van kint egy fönt. Kicsit írjál már normálisan, mert nem értem, hogy despóm, fár elhelyten, geci, mi van? Kim van a kezdőlapon egy ilyen nagy link, és akkor úgy tudod megkapni a 100%-os befizetéses bónuszos. Nincs itt bátyja. Nem haragszom. Így van, így jól látod, tesó, jól látod. Igen, ez olyan kis ízében van ott. Olyan, tudod, olyan kis, olyan, ez a, kinyallak buzini, tudod, de na, ott az, tudod. Nem nekem gyanús, tesó, amúgy ő vágod. Én nem akartam itt most mondani, meg nem akarok itt izé fádolni senkit Twitch-en, meg ilyenek. De tesó, de nekem, aki macskákat szeret, az gyanús. Hát már, mennyivel jobbak a kutyák meg, ez milyen aranyosak. Faszom, macska. Tudjuk ezt mit csinál, semmit. Tehát ez megint az baszogat, meg ugat, meg felkur. Összebújjuk az ágyba. Macska meg Dick Flagma. Kiskorában kibaszott aranyos. Kutya az zorral, az geci zorral tesó, de nem? Imencsi, hogy csinálsz enni. Hogy anyának vettünk, Áfonya az a neve, és lóg a hasa a földre, geci vicces. Undorítóan néz ki. De a karteri macskáját szeretem. Mindig elmondom, hogy a karteri macskáját szeretem. Az kinéz valahogy, bazzik. Az odajön, dörglőzik a pofádba, nem az, hogy ne nyújj hozzám, meg ilyenek, szóval ő ilyen forma, hogy vele úgy izé, el tudnék képzelni valami hosszú távút. Jogos midév, mondtam én.
Ja. Hát a kutya az zoral, érted? Azt tudtad rajta, hogy mi újság. Pek az macskás, hát szebb az már meg tényleg. Soha többet nem mondok neki tuti kriptos tippeket. Mindegy. Én az izének a macskáját csípem még, az a geci osvány szegény. De nagyon aranyos, a Kószminának van egy ilyen Sphinx macskája, nem tudom mi a faszom az. Kopasz macska, és ilyen kibaszott nagy fülei vannak, és kopasz. Ennyi ismertető jelet tudok elmondani róla. De ő csípem. Viccesen néz ki. De már geci csorónak a macskája, nem mondta, hogy már fúj, szerencsétlen macska. Metzger Vikinek is olyan van? Jó, srácok, akkor van egy szavazásom. Kivel smárolnátok inkább? A Metzger Vikivel, az az egyes, vagy a Kartalival, az a kettes? Akkor még egyszer. Ez ilyenkor miért hal meg, Pali? Majd most. Tehát akkor még egyszer. Egyes a Metzger Viki, kettes a Kartali. Az a baj, nem nagyon egyenlő volt, bazd meg. Kartalival többen spárolnak, mint a Metzger Vikivel. Csóró Metzger Viki, hogy ezt látja, bazd meg ezt a streamet, mert megnézi, tudod, mert szokta nézni mindig. Azt majd nézi, hogy na várjad, ki a faszon a Kartali. Milyen szarul fogja magát érezni, bazd meg, hogy izé. Hogy előrébb raktátok a Kartali, mint őt. Fasza. Csóró. Tehát hogy nyilván a Kartali. Tehát ha a streamerek közül valakivel smárolnak, akkor az a Kartali. Ezt most tiszta szívemben mondom őszintén. Viszont a Kartali jól érzi ma. Így van. Tehát a Kartali ő boldog. Igazából ő nem boldog, de sose szomorú. Tehát az a jó benne, hogy így nincsen köztes állapot. Nincs az, hogy szar, depressziós, rossz kedve van. Fáradt, hogy tudom, hogy elment edzeni, mert fáradt, vagy valami. Ilyen sín, csak így, ő van. És így, boldog, geci, ennyi kell. Csókicsi. Ezer arcú Kartali? Balra. Sarah Board. Aha. Kartali, mitől lenne fáradt? Tehát tesó gyógytornától. Tehát, hogy nincs chili. Egyik szen játszunk, akkor nincsen chili. Miért köptem, bazd meg? Egyik szen játszunk, nincsen chili. Annyi. Meg is. Az a tömjünk. Az a baj, a hálóban van a tömöm. Ha többen vagyunk tömni, akkor áthozom. Na, bassza fasz. Anyádat. Jokes Tobeszkov. Hát srácok, ilyenek mennek Telegramon, most nem azért mondom. Tehát aki nem való, az inkább ne jöjjön meg minden, nem azt akarom mondani, de aki odavaló. Csak mondom, hogy ma mondjuk volt egy ilyen, hogy 15 dolcsit kisorsoltunk 5 embernek, na mi van? Mert a nézőim a legfontosabbak. Mindegy. Nem nagy pénz, csak tudod. Mindegy, csak gondoltam, megemlítem. Mindegy. Nem extra. Lehetett volna 100 is, bazd meg. Elruletezted már, Lajos? Hihi. Megkapta mindenki? Néztétek a kommenteket? Mindenki megkapta?
Küldtem izét, BSC szkent, hogy szkent, hogy elment. Elvileg tényleg 5 utalás. Nem rook full. Jutó? Nem, nem, a Geri nyomja tudom elvileg. Geci, jó, meg minden, de nem próbáltam meg. Hát Miller, ez vagy? Faszod meg, nincsen kriptózni, mi van? Hát, úgy néz ki, Jana. Kell a faszodról képet küldeni nekem, privátba. És akkor, hogyha rendben van, a fainul le van, rendben van minden vele, akkor küldök egy linket. Vagy megkered a chatet, hogy valaki dobja már be. Vonalzó nem kell mellé, nem, az még csak az elején kellett, az első tagoknak kellett a vonalzós képküldés. Arról már nem. Hát tesó, akkor te, hát ez kérdés? Küldték képet, de már? Nekem csak a seg küldött eddig dickpicket. De azt nem hittem el, hogy ez megtörténik. Rendeltél tegnap? Be jól tetted. Remélem 10-et. Mit játszod a csórót? Már van izéd, mi a faszom? Teten a jönned. Geri, mondj már valami jó ízt. Ha látod, mi egymás? És én még nem láttam sose a faszod. Nekem húzzajt a többieknek. Elhiszik. Szerhet jó lenne. Jól, én örülnék, igen. Tök jó lenne. Láttam azt a kis... Baby rév, mindegy. Geri, őszinte leszek, te somos így eszembe jutott, nem tudom elképzelni, milyen pöcsed lehet. Biztos vagy benne kicsi. Tuti, ilyen kis izé, hallod? Tuti. Mindegy. Nem akarok lenged megázolni. Érted? Volt ilyen VSR, az egyik DC-en, faszolod a kelet képet, small. Igen, small, igen. Egy receptet elveztek, melyiket? Hogy ez real volt ilyen projekt? Az nagy. 5 perces túrós a nagyik kedvence. Undorító vagy. Fúj, Geci, még a szagát is ilyen, kurva anyádat. Bazd meg, te faszom, hogy mondasz ilyeneket. Kicsit de játékos poén, ez jó. Az enyém, hogy a szagát ért... Nem az, hogy elképzeltem a szagát. Az nincs meg nektek, amikor valaminek így elképzelitek az illatát? Nincs meg, mi? Nyilván nincs. Fantáziátok sincsen, na mindegy. Hát nem tudom, bazd meg, elképzelem, nem tudom. Na, emlékszem, volt olyan, hogy általános iskolában voltunk, azt mondtuk a tesi tanárnak, hogy ennek a voltunk általános iskola, 12 évesek, azt mondtuk, hogy tanár úr ennek a izének, vagy Pista bácsi, ennek a labdának pinaszaga van. Ez kirőgött minket, hogy honnan tudjuk, hogy milyen a pinaszag, és hát nem tudjuk, bazd meg. Látod a szagát? Nagy. Dika Dinopolis. A mai napig nem. Ez benne a szomorú, ugye? Ja. Meg az orrodon már amúgy csak kapsz rendesen levegőt. Jaj. Várj már a 2 kokit ide. Bam bam, így. Bam bam. Bárki azt mondja, hogy kevés, azt kell mondani, ennyit értem ezt. De most nem mondják meg, az a baj, nem mondják meg, mert akkor még vissza tudsz ugatni. Nem mondanák, tutira nem mondanák meg. Tehát nekem nagyon kicsi pöcs, fel 2 cm az mindig az aktuális méretet kiadja, de még soha nem mondták, hogy pici vágod. Szóval nekem gyanús, hogy nem mondják meg, közben az. Mert tudom, hogy tudom az igazságot. Azt mondom, hogy igen, ezt mondom, hogy igen.
Figyelj már rám jobban egy kicsit, légy szíves. Hülye fasz. Srácok, ez a kicsi, de büdös poén, hát... Hallod, ez olyan, mint a mindenhez is értek. Ez a Gerinek tetszett, nagy. Beadta. Le se nyomom a zenét. Vodba úgy cserez benne. Nyugi, ez nem olyan lesz. Nyugi, csók pici. Nyilván két kulcsot. Az jó. Tedd el a bordot, buzinő. Na még oda be fogja rakni, 100%. Jó, benn vagyunk. Tisztítja a bordot. Anyád? Eddig jó. Nem nyomom a zenét, amiatt jó. Két kul... Jó? Tesó, még sose vittem el odáig.